Kismányok ki német önkormányzat megalakulása óta 5. alkalommal tartanak búcsút a településen. Igaz, nincs már népünnepei, de az ünnep egyesítő ereje a közösségformálás fennmaradt. 1719. november 11-én tartották itt az első istentiszteletet, és ehhez kötjük mi a búcsunkat. Ez a búcsú, ez valamikor 3 napos volt, és külön koreográfia szerint játszódott le. A kismányokiak búcsúja jelentős eseménye volt az 1945-ig szintiszta német ajkú közösségnek. A háború után feledésbe merült a népszokás, és csak az utóbbi néhány évben hozta vissza a falu életébe a német önkormányzat. Kötelességünk a népszokásaink életben tartása, mondta Simon Lászlóné elnök. A település polgármestere arról szólt, a kismányokiak előszeretettel ünneplik egymás ünnepeit is, így volt az a svábház és a székelyporta avatásakor is. Úgy látom és azt érzem, hogy évek óta ez egy közös ünnep. Ugyanolyan közös ünnep, mint ahogy volt a székelyportának az átadása, azon is. A német önkormányzat képviseltette magát. A svábok nagy létszámmal vettek részt annak az avatásán is, és én azt gondolom, hogy ez egy örömteli ennek a falunak az életébe, hogy a különböző rendezvényeken közösen ünnepelünk.